Köztér, a térség közösségeinek hangja a Sárit rádiójában. A 2013. június 7-i köztérben elsőként a június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján Püspökladányban megtartott trianoni megemlékezésen készült felvételeinket hallhatják. Majd Kis Lajos, a Püspökladányi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője ad tájékoztatást a helyi tűzoltók árvízi védekezésben való részvételéről. Végül a Tetétleni Faluházban megtartott pedagógus napi ünnepség összefoglalója következik. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országgyűlés 2010-ben Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Püspökladány város önkormányzata is évről évre megrendezi a trianoni emlékünnepséget a Nemzeti Összetartozás napján. A következő percekben az esemény összefoglalója következik. Reményik Sándor, eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Eredj! Szállj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár. Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz! Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed! Hajdanában mikes se hitte ezt. Ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, egy csillag Zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fürödni a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az itthoni árnyak, szelíd emlékek, eszeveszett hordák, a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordták, eredj, ha tudsz! Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább semmint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod, s ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én. Károgva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom,
jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek örlő szó az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz lappangó rút féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temed bár, halló fülegünkbe eseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtózsinór, a kanóc része, lángra lobbant vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban ében, míg a keservek lőporához ér, és akkor még nem tudom. Jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de addig varjó a száraz jegenyén, én itthon maradok. A megemlékezést a himnusz eléneklésével az Ári Egyesület nyitotta Pintér Éva vezénylésével. Majd Tódor Györgyné előadásában Reményik Sándor Eregyha tudsz című verse hangzott el. Ezt követően Dombi Imréné polgármester mondott beszédet. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt megjelentek! Emlékezni jöttünk ide a trianoni emlékműhöz, ezen a napon, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján. Immár harmadik éve itt a turult ábrázoló alkotás előtt emlékezünk a nemzet fájó, örökké sajgó sebére, mely minden alkalommal felszakad június 4-én. Így van ez, jól tisztelt ünneplők, hiszen ezt a napot nem feledheti el egyetlen magyar ember sem. Ez a nap örökre fent marad, és örökre fájni fog mindenkinek, aki igaz magyar. Van mire emlékeznünk június 4-én. Ezer éves történelmünk bővelkedik sikeres harcokban, ellenségeink felett aratott győzelmekben. Emlékezhetünk virágzó, gazdag Magyarországra, amelynek tekintélye volt, nem csak Európában, hanem a világban is. És emlékeznünk kell tragikus eseményekre is, amelyek az áldozatok ellenére visszavetették ugyan fejlődésünket, de népünk szorgalma, élni akarása mindig győzött, a romok helyén újra hazát épített. A mai napon a gyászos események között is a leggyászosabbra, Trianonra, az 1920. június 4-én, a mai napon éppen 93 éve aláírt békediktátumra emlékezünk, ahol a győztesek önzése, országunk ellen érzett rossz indulata nem ismert határokat. Esetünkben a győzelem csak a hamisat emelte fel, s égbe kiáltó igazságtalanságok árán feldarabolták Magyarországot, magyarok millióit kényszerítették a kisantant országaiban jogfosztott, megalázó kisebbségi sorsra. Következményei ma, több mint 90 év után is nyomasztó súllyal nehezednek elsősorban rájuk, de ránk, a megmaradt anyaország lakóira is. Hazánk kétharmadát és 3,5 millió magyar honfitársunkat veszítettük el egyik napról a másikra. Azok, akik Magyarországjuk túlragadtak, új országokban találták magukat. Szülőföldjüket innentől Romániának, Jugoszláviának, Csehszlovákiának nevezték. Ezek a mondva csinált államhatárok családokat, barátokat, s több évszázadnyi történelmet választottak el egymástól. Nincs még egy olyan nemzet Európában és gyúk, amellyel megtettek volna ilyen igazságtalanságot. Nem volt még egy olyan nemzet, amelyet így módon sárba tiportak volna. Mi magyarok mégis békésen viseltük terhünket hosszú-hosszú évtizedeken keresztül.
hosszú évekig nem gyászolhattunk. Nem mondhattuk ki az igazságot, nem fogalmazhattuk meg kötelességeinket. Pedig a múltidézés nem öncélú tett, hanem közös múltunk nemzetformáló erejének érvényesítése. De mindentől függetlenül tisztelt emlékezők, erősek vagyunk. Erős a nemzettudatunk, erős az összetartozás érzése a szívünkben. Ezért lobog a székelyzászló a Ladányi Városháza homlokzatán, ezért tartjuk a kapcsolatot szorosan székely, felvidéki testvéreinkkel, ezért örülünk mindannyiszor egymás társaságának, és ezért nyilvánította a Magyar Országgyűlés 2010. június 4-én a trianoni tragédia 90. évfordulójára emlékezve ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává. Ez volt az első lépés afelé, hogy könnyítjük oldalmon, amit Európa okozott nekünk. De 93 év elteltével sem feledjük, amit 1920. június 4-én tettek a magyar hazával. Mára elegen vagyunk ahhoz, hogy együtt éljük meg a napot, és mert együtt tudjuk megélni, be is tudjuk fogadni életünkbe június 4-ét. Túl a 20. századon ma már mindannyian elfogadtuk, tudjuk, hogy nem az ország fizikai határai számítanak az összetartozás szempontjából. A kultúránkban, a nyelvünkben, emberi kapcsolatainkban, lelkünkben él az összetartozás élménye. És ez az élmény, gyuk, és az államhatároknál nem áll meg. Sokat beszélhetnénk még erről a napról, ennek a napnak a történelméről tisztelt megjelentek. Arról, hogy hogyan jutottunk idáig. Mégis azt mondom, a mai napon ne csak erre emlékezzünk. Azokra is kell emlékeznünk, akik megőrizték az azóta eltelt 93 esztendőben ezt az összetartozást. Megőrizték anyanyelvünket, megőrizték történelmünket, megőrizték széttört közös életünk meg annyi darabját. Ők Trianon igazi hősei. Nekik köszönhetjük, hogy azt a csapást, amit Trianonban szenvedtünk el, s amelyet sokan halálosnak gondoltak, felfogták és kivédték. Nekik köszönhetjük, hogy túléltük, meghaladjuk, legyőzzük Trianont, és ma már nem hátra, hanem előre tekintünk, ahogy a legnagyobb magyar tette. Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazám fia, hanem inkább előre. Nincs annyi gondom tudni valaha, mik voltunk, de inkább átnézni, idővel mik lehetünk, és mik leendünk. A múlt hatalmunkból elesett, a jövendőnek viszont urai vagyunk. És valóban a jelenben és a jövőben van a sorsunk alakításának lehetősége, a mi kezünkben. Éppen ezért nagyon kell vigyázni arra, hogy mi módon élünk ezzel a lehetőséggel. Higgadtan, komolyan és megfontoltan, vagy szélsőségesen, zabolátlan módon. Hiszem, hogy miként Trianont és annak gyászos örökségét, úgy saját sorsunkat, határon innen és túl, azzal a komoly, tiszteletre épülő, józan, ugyanakkor kellően határozott nemzetpolitikával lehet jó irányba vinni, melyet Magyarország kormánya ma képvisel és megvalósít. Azzal a nemzetmentő eszmeiséggel és azokkal a világos tettekkel, melyekre azt gondolom, büszkék lehetünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt megjelentek! Legyen a mai nap üzenete 93 év táblatából a következő minden magyar számára. A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy
Isten áldja a magyart. Köszönöm, hogy meghallgattak. Rásó János a trianoni események hátteréről nyújtott történeti áttekintést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország 1920. június 4-én érte alá a Nagy Trianon kastélyban az első világháborút lezáró békét. A trianoni békediktátum gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely kihat napjainkban is minden magyar állampolgárra, nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül. A trianoni békeszerződés az első világháborút Magyarország, mint az osztrák-magyar monarchia egyik utódállama, és az Antant és Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország, Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a szerb-horvát-szlovén királyság új határait. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének része. A diktátum megszületésének az előzménye volt, hogy az első világháború során az 1915-ös londoni egyezményben az Antant Szerbiának ígért területeket. 1916-ban titokban odaígérte Erdélyt és Kelet-Magyarországot a Vásárosnamény Debrecen-Csongrád-Tisza vonalig a román királyságnak, ha az hadat üzen az osztrák-magyar monarchiának. Miután Románia szinte azonnal vereséget szenvedett, majd különbékét kötött a monarchiával, és csak a világháború utolsó napjaiban üzent újra hadat, az Antant eleinte vonakodott elismerni a román területi követelések jogosságát. 1919. január 18-án kezdődött meg a békekonferencia, ekkor még csak a győztes államok részvételével, és ott főleg magyar vonatkozását tekintve Románia, Szerbia és Csehszlovákia területi igényei kerültek szóba. A szerződés a magyar királyság új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát is 35 ezer főben, valamint megtiltotta a légierő és a nehéz fegyverek tartását. A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Aponyi Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem is folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget és egyszerűen közölték a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva, lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna magyar érveket, közölték a döntést. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki. Ettől azonban több esetben stratégiai, gazdasági, közlekedési szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes, az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került. Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára, noha ki lehetett volna jelölni a megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia nem próbált kompromisszumra törekedni, a teljes integritást célozta. Ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna, részben ezért is hagyták figyelmen kívül. A szerződés végül lényegében az erre kinevezett Simonyi Szemadám Sándor kormányának küldöttei, Rasa Lázár Alféd rendkívüli követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter írta alá. A szerződést az 1921 évi 31. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe. Ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg. Magyarország az alábbi területeket veszítette el. Erdély és jelentős területek Magyarország keleti részéről, Partium, valamint a Bánság keleti része és az Alföld egy része Romániához került. A szlovákok és rutének által is lakott északi területek többsége, így a Felvidék, a Csalóköz és Kárpátalja Csehszlovákiához került. Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része, valamint a Muraköz, az újonnan alakult szerb-horvát-szlovén királyság része lett. Nyugaton egy sáv, a Felső-Őrvidék, Ausztriához került, ahol később Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre az új kerületekből. Északon, Szepes és Áron megyékből körülbelül 500 négyzetkilométernyi területet Lengyelország kapott meg. A szerződéssel a szerb-horvát-szlovén királysághoz került az 1102 óta a magyar korona fennhatósága alá tartozó Horvátország is. A békeszerződés eredményeképpen a magyar királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, az ország területe 282
ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent. A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. A Magyar Királyságban élő magyarság 1910-ben az össznépesség kb. 48,1%-át tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, ám a békeszerződés során az ország határok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Így mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. A korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62%-a, a kiépített utak 64%-a, a nyersvas 83%-a, az ipartelepek 55%-a, a hitel és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhetett Magyarországon vasút egynél több simpárral, valamint az ország azokból az Európán kívüli területi előjogokról is lemondott, amelyek a korábbi osztrák-magyar monarchia területéhez tartoztak. Az elcsatolt területeken az új kormányok megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire főleg magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget. Sokukat elbocsájtottak. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, vállalva az anyaországban élőkre kényszerített nélkülözést és nyomort. A trianoni tragédiára emlékezve a Magyarországgyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. A rendezvényt Varga Miklós Egy hang Európa szívéből című műsora zárta. Menni kell, mi lesz veled, senki nem felel. Arcodon egy álarc, szíveden még kő. Megszólít egy hang, ím eljött az idő. Indulj a holnapért, bár messze még a cél. Húzd, húzd a gyeplőt, az első te legyél. Az éjszaka oly hosszú volt, most kinyílt a tér. Vérszínű a hajnal, s a nap nyugatra tér. Vár rád az út a pusztaságon át. Száj, száj, sólyom szárnyán, keres új hazát. Ígig élő hegyeken át, majd két folyóhoz érsz. Messzi idők határán, végül hazatérsz. Vár ránk a hajnal, a lelkünk tűzben ég. Hét dombon, hét vezérnek áldott menedék. Ezer népből a vér egyet kíván. Kit megjelölt az íj, induljon szarvasok nyomán! Az elmúlt percekben, a június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján Püspökladányban megtartott trianoni megemlékezésen készült felvételeinket hallhatták. Elindultak a püspökladányi tűzoltók is az árvízi védekezéshez. 20 ladányi tűzoltót vezényeltek Esztergomba, ahol a beavatkozó egységben fognak munkát végezni. A részletekről Kis Lajost, a Püspökladányi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét kérdeztük. Kis Lajos vagyok, a Püspökladányi Katasztrófa Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, kirendeltség vezető helyettese. A vezetői állományból két fő már felutazott a Dunai árvízi védekezéshez, ott mint operatív törzsben látnak el szerepet. A mai napon pedig 39 fő utazott el
a kirendeltség területéről, 19-en Berettyóújfalu hivatásos tűzoltóparancsnokságról, 20-an pedig a püspökölnyi hivatásos tűzoltóparancsnokságról. A felső Dunai szakaszra távoznak, pontos helyszín még nem tudunk, hol fognak beavatkozni, ezt útközben fogják megkapni az irányítástól. Ott, mint beosztottak, zsákolási feladatokat, illetve ha szükséges, akkor kitelepítési, kiürítési feladatokat fognak ellátni. A szállás és az étkezés megoldásáról az irányítás, tehát a katasztrófai főigazgatóság intézkedik, azon belül a gazdasági ellátóközpont meg lesz oldva. Az utazás idejére ellátmányt kaptak a tűzoltó kollégáink, tehát vittek magukkal étket, illetve van egy riadó csomagunk, amelyben található különböző konzervek, ilyen minősített időszakokra. Az állományból két szolgálati csoport állt össze, egy A és B, tehát 24/24-re álltunk át. Aladányiban 13 fő lát el szolgálatot, Berettyóújfaluban 12 fő, és egy-egy fő tartalék képzése került folyamatban. Korábban is volt már ilyen helyzet a felső Tiszánál. A kollégáink felkészültek az árvízi beavatkozásokra, hiszen gyakorolják és folyamatosan képzik, önképzik magukat a beavatkozásokkal kapcsolatban, akár a zsákolások pakolásában, rakásával, illetve a gépek használatával kapcsolatban. Tehát mondhatom azt, hogy felkészült kollégák mentek segíteni a Dunai árvízhez. Az elmúlt percekben Kis Lajos, a Püspökladányi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője adott tájékoztatást a helyi tűzoltók árvízi védekezésben való részvételéről. A következő percekben a Tetétleni Faluházban megtartott pedagógus napi ünnepség összefoglalója következik. Borbéné Fülöp Hajnalka, polgármester. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket pedagógus nap alkalmából. Június eleje. Minden kisdiák a szülidőt várja, és minden nagydiák a közelgő vizsgák és az azt követő szülidő lázában ég. Mégis június első vasárnapján kicsik és nagyok egyaránt megállnak egy pillanatra, hogy tanáraikat köszöntsék. Egy-egy szál virággal, egy kedves mosolyjal, rövidke műsorral emlékezzenek meg a pedagógusokról országszerte. Ez a nap évről évre lehetőséget ad ugyanakkor arra is, hogy hátra pillantva felmérjük, mi változott az elmúlt egy évben. Mennyiben javultak, vagy épp romlottak az oktatás feltételei, hogyan változtak a lehetőségeink. Azt hiszem, nem kell különösebben részleteznem, hisz mindannyian tapasztalják, hogy a nevelés és az oktatás területét sem hagyta érintetlenül a változás tele. Mindezért fokozott felelősség neheződik a pedagógus társadalomra, akiknek a tudást közvetíteni kell. Nem szeretem, de gyakran előkerül a közbeszédben az a fordulat, mely szerint a tanárok, tanítók, a nemzet napszámosai. A szakmájuk társadalmi elismertsége tekintetében is vannak viták, különböző álláspontok, de azt gondolom, hogy az ezt kifejező juttatás az már óvatosan fogalmazva sincs összhangban az elvégzett munkaértékével. Apácai Csere János már az 1600-as években orsorozta saját korának tudományok iránti érdektelenségét. Olyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell esnünk. El kell hagynunk az iskolát. Számba sem kell venni a jövendőt. Nem. Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni. Bízom abban, hogyha nem is radikális, de érzékelhető és méltányos változást hozhat e téren az elkövetkezendő időszak. A magam részéről természetesnek gondolom, hogy az alap és középfokú oktatási intézményekben a gyermek és az ő fejlődésének érdeke kell, hogy a középpontban álljon. Ezt várja el a szülő, az intézmény fenntartó,
és az egész társadalom. Ezért is érnek meglepetésként olykor egy-egy médiában megjelenő nyilatkozatok, melyben az oktatással kapcsolatban sok mindenről szó esik, csak éppen a gyermekről nem. Vannak sokan persze, akik a gyermek tananyagon kívüli képességfejlesztésben, hasznos szabadidős programjaikban önként puszta gyermekszeretettől közreműködnek, de ugyanakkor vannak sajnos, akiket csak a saját anyagi gyarapodásuk motivál. A gyermek azonban sohasem válhat pusztán a pénzkereset eszközévé, mint egy legyártott, majd értékesített autó. Az oktatási rendszer ugyanis nem üzlet. Tudom, hogy ez önök számára magától értetődő, mint ahogy az is, hogy a szükséges ismeretanyag átadása csak az egyik, bár nem elhanyagolható feladat. Legalább ilyen fontos azonban az a nevelő szemlélet, mely a pedagógus részéről a szakmai kompetencián túl ember és gyermek szeretetet is feltételez. Erre szokták mondani, hogy jó pedagógusnak születni kell. Bőte Csaba ferences szerzetessel egyetértek, amikor azt mondja, az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük, nem, hiszen egy iskola annak nem szabad, hogy versenyistáló kell, hogy legyen. Ahol egyetlen dolog számít az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket. És hogy mennyire fontos minden korban, mindezektől függetlenül és időben az oktatás, és ez teljesen elvonatkoztatva a finanszírozási rendszertől és lehetőségektől is, azt gondolom, hogy a legtalálóbban Titió ne foglalt össze. Azt hiszed, hogy az oktatás drága? Próbáld meg a tudatlanságot. Tisztelt vendégek, kedves pedagógusok! Szülőként és polgármesterként is köszönettel tartozom a helytállásukért, az olykor kilátástalannak tűnő pillanatok elviseléséért, a megoldások szüntelen kereséséért, a mindennapi erőfeszítésekért. Hamarosan azonban véget ér a tanév. A közelgő nyári szünet hónapjaira mindannyiuknak feltöltődésre alkalmas pihenést, aktív és hasznos időtöltést kívánok. Kérem, fogadják szeretettel a Ballagó 8. osztályosok köszöntését. Mérnök hidat, házat, hajót, falat a kőműves. Postás váratlan kapcsolatokat távol levők között. Titokzatos új tervezők, emberpontló gépezetet. Zajból csendet a muzsikus, költő papírból költemény. De csak az ember épít életről életet. Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli a jövendő generációt. Tanárnő. Tanárnő. Tanárnéni. Tanárbácsi. Tanítanéni. Tanítóbácsi. Óvónéni. Ma ünnepelni és köszönteni jöttünk. Megilletődve állunk azokkal szemben, akiktől sokat kaptunk. Hálás szavakon beszélünk róla, kik értelmet nyitogatnak és vállalták azt, hogy népes családokat neveljenek. Míg előről kezdik, mire célhoz érnek, újból kell kezdeni, mert kirepül a repülni tudó fióka, és jön helyette új más. Tanítóink, tanáraink évről évre megújítják önmagukat, s akár csak egyetlen tanítványokért is képesek mindent előről kezdeni, határtalan türelmel. Tudják, mikor kell dicsérni, mikor kell kolholni, mikor buzdítani, és mikor nem szól én szó sem. Csak átölelik arra a simogató tekintettel, aggódó szeretettel. A tanári pálya minden más pályánál tágosabb, határtalanabb, s minden vírus természetesen túlára saját partjai. A jó tanár nem csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekpróbál, művész és mesterember egy személyben. Nem csak tudását közvetíti, bár ez sem kevés, hanem példáltal jelenet formál, ültet, gyomlál, hold és szemez, mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleve hitat épít az eszmény és a mindennap, az elmondság és a tapasztalás közé. Mi kell hozzá mindenek előtt? Mélységes. Ellenállhatatlan ember szeretet. Törhetetlen bizalom. Tehetség. És az, hogy emlékezik úgy a saját fiatalságát.
nem lesújtani kell a diákot, hanem felemelni. Épp ezért, akinek gúnyos, csúfondáros a természete, az ne menjen tanárnak. Magam tanáromtól tanultam majdnem mindent, ami bennem ér valamit, emberszeretetet, hazaszeretetet, becsületet, az igazsághoz való törhetetlen ragaszkodást. Sokszor éreztem, milyen múló, milyen sajnálatosan meg nem örökíthető alkotás a tanár életműve. Sokszor éreztem, hogy milyen soha el nem múló alkotás ez az életmű, hiszen tanítványok százai visznek magukkal a világba az életműből egy-egy töredéket, és élnek, és maguk is továbbhatnak egy olyan eszme jegyében, mely ismeri a dolgok belső rendjének, az igazság megismerésének egyetlen útját, mely minden mind oda torkollik, amit jobb szó híján szépségnek nevezhetnénk. Nem csak olvasni, hogy szűkös a szó, de írni csak, az írás elmosolni. Tanítani a lég maradandó örömeit, a dolog dálidóit, a töltekező szellem bővi garmát, a lélek beleélő örömeit, megőrizni a gyermeki szabadság önfeledtségét, az idő sötét húban bátran gondolkozó kert csörgő fegyvereit, ki nem fogyó kíváncsisággal merülni a fővel vizek alá, ilyen útra való tarsomba még elégük álltam. Látom mai szemükben azt a fényt, és nem tudom bennük, elúsztak az álban, felvillanok-e olykor fákjaként. Köszönjük szépen a nyolcadikosok műsorán. Én nem mentegetésképpen, de azért azt gondolom, hogy kiegészítésképpen annyit mindenféleképpen el kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a gyerekek kedden kapták meg egy gyors találkozó keretében ezt a szerepet, és lettek úgymond felkérve erre. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönjük, ügyesek voltatok. És néhány percig szeretném még rabolni mindenkinek az idejét. És mielőtt átadnánk az önkormányzat szerint is ajándékát a kis emléket önöknek, én szeretnék még egy bejelentéssel élni. A pedagógus nap alkalmából a köszöntés követően megy tovább az élet. Egyik feladatokkal teli nap után jön a másik. Pörögnek az események, újabbnál újabb kihívásoknak igyekszünk minél jobban eleget tenni. És hogy ez mennyire igaz? És hogy mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy többkörös egyeztetés után tudtuk csak ezt a mostani időpontot is kijelölni. Azt gondolom, ennek ellenére nagyon fontos életünk és munkásságunk során, hogy a nehézségek mellett kapjunk pozitív visszajelzéseket, elismeréseket és éljünk meg sikereket. És nagyon fontos, hogy érezzük, nem csak üres szavakat kapunk, hanem azok mögött tényleg ott van az őszinte elismerés és a lehetőségekhez mért tett és szándék. Ahogy előzetesen készültem a pedagógus napra, találkoztam egy olyan szép kezdeményezéssel, amely megérintett, és amiről úgy éreztem, hogy igen, ez valóban kifejezi mindazt, amit érzünk, és amit cserébe adhatunk azért a felbecsülhetetlen értékért, melyet a kezünkbe adtak útravalóként. Ez pedig nem más, mint egy emléktár, a tanárok, tanítók fája. Egy szimbolikus fa, amely a településünkön oktató és valaha oktató munkát végző pedagógusok mellett a gyerekeket is szimbolizálja. A fa láthatatlan gyökerei jelentik a családot és a szülőket. A leveleken keresztül kapja a fejlődéshez, növekedéshez szükséges táplálékot, melynek segítségével válik erőssé, ellenállóvá, ha kell hajlékonyá, a felnőtt életben, a nagyvilágban. A leveleken keresztül, amelyek az óvodapedagógusok, tanárok, tanítók és oktatás segítők. Amint az előbb mondtam, a mai napon átadjuk a gyerekekkel a kis műsor és a vendéglátás mellett a szerény ajándékunkat, de mi szeretnénk ezt az ötletet, ezt a felfedezést továbbvinni, illetve megvalósítani, és kapcsolódva a Magyar Közoktatás Napjához,
melyet 1991 óta november 22-én ünnepelünk, elismerésünk jeleként szeretnénk Önöknek átadni ez év november 22-én a mi tanítóink, tanáraink fáját. Az előzetes terv elkészült, mely alapján a megvalósítás vár most már csak rám az elkövetkezendő időszakban. Természetesen erre az alkalomra mindenkinek fogunk küldeni meghívót, de már most előzetesen tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit erre az eseményre. Nem tudom, hogy mennyire fog látszani egyébként, de körbe fogjuk adni ezt a sablont, ami alapján a mesterek fogják elkészíteni, és nyilvánvalóan majd az intézménnyel fogunk egyeztetni, hogy hol tudjuk ezt elhelyezni. És én most akkor megkérném a fiatalokat, akikkel megbeszéltük, és a polgármester asszony, illetve a képviselő asszony, hogy adjuk át az ajándékokat Önöknek, és fogadják szeretettel ezt a szerényt és vendéglátást, jó étvágyat kívánunk, és akkor akinek, ahogy ideje engedi, beszélgessünk és maradjunk egy kicsit, kapcsolódjunk ki a hétköznapi rohanásokból. Köszönöm! Az elmúlt percekben a Tetétleni Faluházban megtartott pedagógus napi ünnepség összefoglalóját hallhatták. Köztér, a térség közösségeinek hangja a Sárit rádiójában. A Köztér című műsor a Média Tanács támogatásával készült.